Jégkorong szakosztályunk utánpótlása régóta küzdött a saját jégfelület hiányából adódó nehézségekkel. A gyerekek nemrég még ilyen körülmények között kellett, hogy készüljenek. A szakosztály vezetése azonban hónapok óta dolgozott azon, hogy az áldatlan állapotok megváltozzanak. Most pedig elérkezett a történelmi pillanat. A Ferencváros Jégkorong szakosztálya a Könyves Kálmán körúti Siketek sporttelepen birtokba vehette saját szabványméretű sátras hokipályáját. Elsőként stílszerűen a legkisebb zöld-fehér hokis palánták léptek jégre. Most vagytok itt ezen a pályán edzésen először. Milyen eddig? Nagyon jó. A jég egy nagyon picit ilyen recsés, de egyébként nagyon jó. Mit gondolsz, itt jobb lesz edzeni? Szerintem igen. És miben jobb ez a pálya? Szerintem abban jobb, hogy jobban be van rajzolva a vonalak, és akkor jobban tudjuk megfigyelni, mint a többi pályán, hogy például nem, én egyszer volt olyan, hogy nem láttam a alapvonalat, mert hogy túl halvány volt, ahogy most arról be. Hát ez hihetetlen. Gyerekkorom óta, mióta az eszemet tudom, olvastam, hogy nincs pálya, csak az a rossz kis stadion, meg azóta albérletben, meg mindenhol, meg sehol. Ez hihetetlen, ez egy csodálatos ajándék nekünk, meg a Ferencvárosi hokinak. Azt mondhatjuk, hogy most már adottak a körülmények az utánpótlás számára? Hát természetesen most már igen, és már tavasszal elkezdtük, de jövő héten belevágunk a Vecsés, Üllő, meg a környékbeli kisvárosok, vidéki városok gyerekei válogatásába is, elsőtől visszafele óvodáig, és azokból akarunk olyan szintű hokit csinálni, hogy világszinten lesz, mert ez a saját pálya, ez a mindene, és a következetes jó munka mellett a kiválasztott gyerekből csak siker lehet. Az új pálya technikailag is minden igényt kielégít. Igen, emlékszem, amikor én gyerekként először jégre léptem, mert akkor ígérve volt, hogy a fajnak egyszer lesz saját jégpálya. Sok-sok munkával sikerült megvalósítani, van még hátra munka természetesen, de ez egy nagy dolog, hogy már jégre lépettek. Úgy gondolom, hogy egy éven belül már meglátszik majd az utánpótláskorú játékosoknak a tudásán, illetve bízom benne, hogy ezzel a jégpályával még nagyobb létszámot tudunk majd elérni. Maga a sátor az 60 méter x 35 méteres sátor, ez egy speciálisan szigetelt sátor, ami jól tartja a hőt, vadonatúj palákrendszerrel, vadonatúj csőrendszerrel, 28 méter széles és 56 méter hosszú, úgyhogy üveg vagy plexipalánkkal, tehát minden a legmodernebb technológiával készül.